Bemutatták a Csiky Gergely Színház új évadát, köszöntöm a Géniusz nézőit. Mai adásunkban az új bemutatókról is beszélgetünk. Ezen kívül kiderül, milyen is volt második Rákóczi Ferenc életútja, és az Örtüzek nyugaton című film bemutatójáról is beszámolunk. Ezeken kívül a Kaposvár és az első világháború című könyvről is szó lesz. Ezekkel a témákkal várom ma önöket. Tartsanak velem! 5 új nagyszínpadi bemutatóval, 2 gyermek és kamara előadással készül a Csiky Gergely Színház a következő évadra. Rögtön az első premier, a Riviera vadorzói, egy musical vígjáték lesz az új művészeti vezető Mészáros Tibor rendezésében. Az idei évad egyik legsikeresebb előadása a Csárdás királynő volt, olyannyira, hogy Zsíros Linda főszereplésével a legtöbbet játszott előadás egyike lett. Mivel annyira szereti a közönség, a teátrum a következő évadban is műsoron tartja. A főszerepet azonban már nem Linda játsza, hiszen elbúcsúzott a Csikitől. A járványhelyzetet bár feloldották, azért a pandémia hatásai jelentős terhet rúttak még erre az évadra is a színházban. Soha. Azt hiszem, hogy az elmúlt évtizedekben nem volt annyi beugrás, mint ami az előző évadban. Több mint 20 esetben volt arra szükség, hogy valakinek a helyére valamelyik más színészünk ugorjon be. Éppen most ért véget a Madagaszkár előadásunk, ahova Tamás művészeti igazgató kellett, hogy beugorjon. Egyrészt kéznél volt, másrészt ő rendezte. Úgyhogy a szöveget tudta, és beugrott Julien király szerepébe. És nagyon fontos itt elmondani és hangsúlyozni, hogy a nézőink ebben a helyzetben is kitartottak mellettünk. Volt időszak és volt, amikor mindig arról beszéltünk, hogy azt kérjük a nézőktől, hogy tartsanak ki, hogy maradjanak velünk. Ezt a nézőink megtették. Nem győzzük elégszer elmondani, hogy elképesztően hálásak vagyunk nekik ezért a kitartásért. Igyekszünk estéről estére, időről időre a színpadon meghálálni azt a kitartást és azt a szeretetet, amit tőlük kaptunk. Nagyon-nagyon büszkén és örömmel jelentem be, hogy a színház a 21-22-es évadban több mint 71 000 nézőt fogadott a színház különböző termeiben, ebből 21 500 gyermeknéző volt köszönhetően a Lázár Ervin programnak, amely egy nagyon fontos kulturpolitikai célt valósított meg az elmúlt években. Az elmúlt évek egyik legnagyobb kultúrkincsévé vált, amelynek során akadálymentesen 1-től 8 osztályos korú gyermekekig mindenki egyszer ingyenesen részt vehetett valamely előadó művészeti intézmény előadásán. 327 előadást tartottunk, amely közel 1000 óra műsoridőt jelentett. Arról tudok beszámolni, hogy a 2021-es év végén a képviselőtestület által meghozott döntés, miszerint a város közművelődési feladatellátását, a fesztiválok megszervezését, az Artmozi és a Képtár üzemeltetését, a Színházat üzemeltető Kft.-re bízta a képviselőtestület, zökkenőmentesen zajlott egy összevonás, most már kiegészülve a közművelődésben dolgozó szakemberekkel egy 140 fős csapatot alkotunk. Most ért véget a hétvégén vasárnap a Ripronai Fesztivál, ahol soha nem látott látogató számot értünk el. Az ingyenes és a részvételi díjas programokat is beleszámítva, a mai reggeli statisztikát látva azt mondhatjuk, hogy 15 000 látogatója volt a fesztiválnak. A következő évadban Kaposvárhoz kötődő rendezők érkeznek. Természetesen továbbra is szeretnénk olyan ős bemutatót hozni a kaposvári közönségnek, amit még sehol nem láthatott a magyar közönség. Ez a Riviera vadorzói Broadway musical, aminek most készül a fordítása direkt a Csiky Gergely Színház számára. Mészáros Tibor rendezésében ez lesz az első musical végijáték bemutatón szeptemberben. Utána egy nagy magyar klasszikussal szeretnénk
tisztelegni és kedveskedni a nézőinknek, ez nem más lesz, mint a Bánk-bán, ami egy igazán monumentális mű, és igencsak helye van a Csiky Gergely Színház színpadán, ezt jó magam rendezem majd. Utána egy komédiával érkezünk, Fándi Csaba első nagy színpadi rendezése lesz, méghozzá nem más, mint Mannyi Oscar című komédiája, oda karácsony elé igazán legyen örömteli az ünnep. Aztán érkezik hozzánk újra régi új rendezőként, barátunkként Ilja Bocsárnikovsz, a nagyszerület rendező, aki Hajda a Meggyes kertet rendezte nálunk, és Gogol revizorját állítja színpadra. Majd az utolsó nagy színpadit bemutatunk, megint csak egy különlegesség, a rendező személye is, és az előadás is, maga Shakespeare Sok hűhó semmiért című művét direkt a Csiky Gergely Színház számára írja újra Vékes Csaba, Sok hűhó a biztonság kedvéért címmel mutatjuk be. Direkt a számunkra készülő, kibővített, igazi vérbő előadást várhatunk. A Brémai Muzsikusok zenés mesejátékát Sarkadi Kis János rendezésében a stúdió színpadban nézhetik meg, a legkisebbeknek ajánljuk, és Váradi Szabolcs rendezi a Hamu Pipőkét, ami szintén egy ősbemutató, amit Szabolcs alkalmaz a színpadra majd a nagy színpadon februárban. Két kamara bemutatót is tartunk. Horváth Illés, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészeti vezetője rendezi az Ádám Almái című előadást itt a kameraszínpadon, valamint Berecki Csilla színházunk rendezője rendezi az Apa című színművet szintén a kameraszínpadon. A színház művészeti vezetője Old Tamás a Karinti Színház élére távozik, őt Mészáros Tibor váltja majd ezen a poszton. Nem csak mint színművészt, hanem mint írót is megismerhették nemrég a kaposváriak Talian Mariannát. A második Rákóczi Ferencről szóló ifjúsági történelmi regényét a Rákóczi Tagiskolában mutatták be. A kötet a 93. ünnepi könyvhétre jelent meg. Az a jó, hogyha helybe érkezik az irodalom, jelen esetben akár több művészeti ág is megjelenhetett volna. Már is, hogy nem mondtam el, hogy hozzá legyen minden. Korábban már egy Pilinszky esten hegedült és szabalt is Talian Marianna Kaposváron. A rendkívül sokoldalú színművész könyveket is ír, már a negyedik kötete jelent meg. Ezt mutatták be Lőrinc Sándor segítségével a szabadságharcosról elnevezett kaposvári tagiskolában. Az Rényi kiadónak van egy ilyen küldetése, hogy fiatalokat megszólítson szép irodalmi művekkel, szép köntösben, szépen illusztrált könyvekkel, hogy történelmi eseményeinket is, és személyeket közelebb hozza az ifjúsághoz. És engem felkértek erre a könyvre, tulajdonképpen maga második Rákóczi Ferenc is egy ilyen felkérésre született ez a könyv. Az egész életét végigkövetem, egészen a rodostói küldetésig. Nagyon fontos volt számomra, hogy ne szoborként lássuk, tekintsünk, és főleg a gyerekek ne azt lássák, amit én kicsi koromban, hogy mindig fel kellett nézni egy szobor talpazatára, és egy hegyke bajusszal, turult tollal a kalapján ábrázolják, ugye egy ilyen távlatban mutatják meg második Rákóczi Ferenc alakját. Én nekem az nagyon fontos volt, hogy őt emberként ábrázoljam, hogy bemutassam azt, hogy milyen nehéz gyerekkora volt, hogy milyen küzdelmes élete volt, hogy mennyi veszély ilyen keresztül jutott el oda, hogy a szabadságharc meginduljon. Ugye ezt nagyon sokszor nem tanítják, csak mindig ott kezdik, hogy a szabadságharc. És azt gondolom, hogy mire ő oda eljutott, egy nagyon komoly küldetést vállalt ezzel, és aztán megint csak egy nagyon érdekes kérdés az, hogy hát hogy jutott ő el Rodostóig. Tehát miért nem írta alá azt a bizonyos papírt, amikor ő szabadságot kapott volna, csak annyit kellett volna mondania, hogy abba hagyom a szabadságharcot, de ő nem tette meg ezt a lépést, és utána hát el kellett bújdosni a Rodostóba. És ezekre szeretnék én választ adni a fiataloknak.
Ezt a könyvet nagyon sokan felnőttek veszik meg maguknak azért, mert fiatal korukból emlékeznek azokra jó élményekre, amikor ifjúsági történelmi könyveket olvastak. És ez most hiányzik tulajdonképpen a palettáról, és aztán elolvassák, és odaadják a gyerekek kezébe, és az egész család végigolvassa, mert egy igazán jó könyv az, meggyőződésem szerint nincs külön gyerekkönyv, nincs külön ifjúsági, nincs külön felnőtteknek szóló könyv. Jó könyv van, amit szívesen olvas akár egy egész család. És én nagyon boldog vagyok, hogy hogy így megtalálja a közönségét a könyvem. Most jelent meg egy Cyrano parafrázis tulajdonképpen a Cyrano történetéből, egy szintén ifjúsági könyv, ahol a szabadság kérdését boncolgatom, szintén hasonlóan, mint ebben a könyvben. Az NKA által kaptam én alkotói ösztöndíjat, most már másfél éve, és annak termékeny időszaknak a produktuma, egy novellás kötet, illetve egy mesekötet vár most kiadásra, valószínűleg az évben még meg is jelenik két külön kiadónál. Az író könyve a 93. ünnepi könyvhétre jelent meg, a könyvbemutatót a Berzsenyi Társaság és az iskola szervezte. A járványhelyzet elmúltával minden eddiginél több könyvkiadó jelentkezett új kiadványokkal az idei ünnepi könyvhétre. Kaposváron a Takács Gyula könyvtár előtti téren nyitották meg sorrendben a 93. ilyen programsorozatot. Hangozék a völgyben a természet csodája, ezzel a mottóval kelt életre a néphagyomány szombaton a Ropoi völgyben. Az első Csóri Sándor népművészeti fesztiválon 23 somogyi együttes mutatta meg, mennyit fejlődtek a program 5 évvel ezelőtti indulása óta. Az Őrtüzek nyugaton című fikciós dokumentumfilm a Rongyos Gárda küzdelmét tárja fel Nyugat-Magyarországért, amely egy még történészek által kevésbé feldolgozott témát feszeget. A színészek segítségével feldolgozott Trianon utáni esemény sorozatot bemutató filmet a Szivárvány Kultúrpalotában láthatta a közönség. Egy 10 várost érintő turné keretében mutatták be Harcsa Béla fikciós dokumentumfilmjét. A film témája azt a felkelést dokumentálja, amikor is a trianoni békeszerződés részeként Ausztria is kapott egy 4000 négyzetkilométeres részt a nyugati magyarországi őrvidékből, és az osztrák csapatok szerették volna birtokba venni a területet, amit a rongyos gárdisták megakadályoztak. Akarta birtokba venni Ausztria ezt a 4000 négyzetkilométeres területet, és azt nem hagyták a rongyos gárdisták, oda mentek fegyverekkel, és igazából hatalmas hazaszeretet volt a szívükben, mert ezt nem parancsra tették, hanem tényleg hazaszeretetből, és felmentették ezt a területet, nem engedték, hogy az osztrákok birtokba vegyék, és végső soron az ő harcuknak köszönhetjük, hogy az egyetlen népszavazás, amit a Trianon után lezajlott, ugye Sopronba, ettől lett aztán a Sopron a hűségvárosa. Tehát az egyetlen népszavazást ez a rongyos gárdistáknak ez a harca, ennek a harcanak a révén jöhetett létre. És hát erről szeretem egy filmet csinálni. Arról szeretem a filmet csinálni, hogy nem mindig a gyász oldaláról kell megközelíteni a trianoni kérdést, nem mindig a veszteség oldaláról kell a trianoni kérdést megközelíteni, mert nyilván óriási a veszteség, és ma is Trianonban élünk, tehát ma is a trianoni határok között élünk, és sajnos a trianoni határok meghatározzák az egész életünket 102 év óta. És én arról szerettem a filmet csinálni, hogy voltak emberek, bátrak, hazafiak, hősök, magyar hősök,
állandó? Akik gyakorlatilag egy hatalmas túlerővel szemben oda mentek Sopronba és a Dörvidék más területeire is, és megmentették Szörvidéket, és főleg Sopront Magyarországnak, amit egyébként az osztrákok Ödenburg néven, mármint Sopront Ödenburg néven, Burgenland fővárosának jelölték ki. És talán nagyon kevesen tudják, hogy ilyen, hogy Burgenland, ilyen nem volt a történelemben. Burgenlandot abban az időben hozták létre, amikor az Őrvidéket el akarták venni, ugye, és akkor az osztrákok azt mondták, hogy ez nem Őrvidék, hanem Burgenland. Ugye így maradt rajta a Burgenland, de hál' Istennek az Aranyos Gárda egy, és a, hát a nem csak Aranyos Gárda, hanem a hozzájuk csatlakozó civil szereplők, a selmecbányai főiskolások, a soproni főiskolások, ugye, hatalmas tüntetések és egyebek révén, illetve a Rongyosgárda fegyveres harca révén ezt a területet meg tudtuk tartani. Tehát ezért gondolom, hogy fontos ez a film. A főként első világháború után hazatért katonákból 1919. áprilisában alakult meg a Rongyosgárda, amely a lakosság segítségével kirobbantotta a nyugat-magyarországi felkelést. Keveset lehetett róla beszélni, mert, és ezt is bemutatja a film, mert a Rongyos Gárda megalakulása az Alföldön történt. Ugye egy óriási, mondhatnánk hazárulás jellegű változás történt 1918-ban. Hatalomra került a Vörösbáró, hatalomra került a Károlyi kormány, egy szociáldemokrata kormány voltak éppen, erős kommunista jelleggel. És a Károlyi kormány feladta az országot. Tehát miközben jöttek még vissza a frontról katonák, fegyverrel, munícióval, majdnem 3-400 ezer katona, de talán még több is, és egy rendezett hadosztályok voltak. Ezeket a hadosztályokat leszerelte a kormány, szétkergette a kormány, nem engedte, hogy ellenálljon, nem engedte, hogy megszerveződjön egy hadsereg, és ez volt az ok, ez a fajta pacifizmus, hát ők pacifizmusnak hívják, én egy kicsit erősebben fogalmaznék, azt gondolom, hogy ez egy kicsit nemzetárulás jellegű dolog volt, és ez a pacifizmus volt az oka annak, hogy hát végsősorban Magyarországot három oldalról, a szerbek, a csehek és a románok gyakorlatilag megtámadták, és óriási területeket szakítottak ki belőle, majd legalizálták ezt a Párizsi Békekonferencián. Na most azok a katonák visszajöttek, azoknak a katonáknak egy részéből alakult meg a Rongyosgárda, tudni 19-ben a kommun idején hatalmas atrocitások voltak az Alföldön, parasztembereket, gazdákat, súlyos kínzásoknak vetettek a Lenin fiúk és a Samueli féle vörösök, és törvénytelen terror, akasztások és egyebek voltak a jellemzők az Alföldön, és a Rongyosgárda Héjas Iván vezetésével és mások vezetésével, Rádár Pál vagy Francia Kis Mihály, én mondjuk a filmben a Héjas és Francia Kis Mihály sorsát követem, Ennek a helyzetnek a kezelésére, vagy a védelmére alakult meg a Rongyosgárda végsősorban az Alföldön, és megpróbáltak egyfajta védelmi szervezetként a kommunisták ellen föllépni, vagy később bevonuló románok ellen föllépni. A rendező fontosnak gondolta, hogy emberi sorsokon keresztül mutassa be a történetet, ezért a hősök ábrázolásához a színészi közreműködés kézenfekvő volt. A forgatókönyvet is én írtam, és hát Héjas Ivánt és Francia Kis Mihálynak a sorsát követem végig. Egyrészt 3 éven keresztül, másrészt Francia Kis Mihály sorsával kelteszem ezt a történetet, amely bemutatja, hogy hát végig is ezt a fehér terror narratívát és mítoszt miként tartotta fönt, aztán később a baloldali, illetve a kommunista hatalom, és miként próbálta, és ezt a fehér terror mítoszt, miként próbálta ezzel folyamatosan kényelmetlen helyzetbe hozni azokat, akik a nemzetről vagy a nemzet hőstetteiről beszélnek. Úgyhogy igazán ma is hát egy kicsit olyan furcsán néznek arra, hogyha azt mondják, hogy Sopron, meg azt mondják, hogy Rongyosgárda, hú, de akkor ezek kik voltak, akkor ez biztos fehér terroristák voltak. Nem ez volt a lényege a történetnek, hiszen elmondtam az előbb, hanem ezek hősök voltak. A magyar nemzet hőségek egy honvédő harcot vívtak meg, azt a honvédő harcot, melynek révén ugye Magyarország része maradhatott az Őrvidéknek ez a területe. Na most ugye két ember sorsát követjük, az egyik, aki megalapította a Rongyosgárdát, ő a Héjas Iván főhadnagy volt, a másik pedig, aki szorosan segített, aki az első puskalövést elvégezte tulajdonképpen Ágfalván, ahol megfordult a küzdelem, és az ő sorsokon keresztül próbálom bemutatni ezt az egész történetet.
A színészek nagyon jól átélték ezeket a jeleneteket. Miért volt szükség fikcióra, hogy miért dokudráma a dolog? Azért azt gondolom, hogy így sokkal közelebb tudtam vinni az ő emberi sorsukon keresztül a történetet a nézőkhöz, és nagyon sokan, nagyon sok helyen lelkes fiatalokkal is találkoztunk, akik átélték ezt a történetet, hiszen a fiatalok mindig szívesen küzdenek a szabadságért, mindig szívesen küzdenek a hazáért, és azt gondolom, hogy ezt a történetet nekik meg kell ismerni, és igazából nekik szívből jön majd erre a válasz. A másfél hónapos szabadságharcról nagyon kevés az írásos dokumentum, ezért azt is kevesen tudják, hogy egy észak-déli irányú körülbelül 200 kilométeres frontvonalon harcolt 1500 katona, és 18 csatát nyert meg a Rongyos Gárda. Azért is fontos a film, hogy ne gondoljuk mindig azt, hogy mindent a nagyhatalmaktól kell várni, meg a nagyhatalmak elintézik. Időnként helyzetbe kell hozni magunkat ahhoz, hogy bizonyos ellenállást tudjunk kifejteni. A nagyhatalmak időnként számunkra nem kényelmes, hogy számunkra rossz akarata ellen. Tehát azt gondolom, hogy ma is van üzenete ennek a dolognak, hogy igenis föl kell lépni, meg kell védeni magunkat, ki kell állni az igazunkért, és addig kell hazánkat úgymond védeni, hiszen ez egy honvédőharc volt, addig kell a hazánkat védeni, ameddig lehet, és hát ahogy ők fogalmaztak, annak idején, és persze most nincs háború, és valószínűleg nincs ilyen fajta elszánásra szükség, de ők azt mondták, készek vagyunk bármely pillanatban az életünket adni a hazáért. Tehát, hogy, és azt komolyan is gondolták, és adták is az életüket, hiszen meghaltak ebben a harcban sokan. A rendező hozzátette, ezekből a valós történelmi eseményekből a későbbiekben akár egy nagyjátékfilm forgatókönyve is megszülethet. Elkészült a Kaposvár és az első világháború című könyv. A kemény kötésű, több száz oldalas művet nemrég mutatták be a nagyközönségnek. A szerzők között helytörténész, történész, levéltáros és orvoskutató is van. Egy igényes kiadvány született, amely Kaposvár és az első világháború összefüggéseit mutatja be. A szerzők mind kötődnek a városhoz és örömmel vállalták, hogy megírnak egy-egy fejezetet. Nagyon színes, gazdag anyag. Az első világháború 100 éves évfordulója kapcsán évekig láthattunk rendezvényeket, voltak kiállítások, jelentek meg kiadványok, és ez a könyv is ezen apropóból született meg. Kis csúszásban vagyunk, természetesen sajnos a Covid itt is éreztette a hatását, a kötet korábban elkészült, de csak most tudtunk méltó körülmények között bemutatót szervezni. Nagyon-nagyon gazdag kötet. Tulajdonképpen a Kaposvár, Somogy, elsősorban a város és az első világháború kapcsolatát minden aspektusból megnézi. Van, aki az emlékhelyekről írt a kötetben, volt olyan, aki egy konkrét személy, mondjuk Lamping József szerepét vizsgálta meg, de kaphatunk egy általános képet a város és az első világháború kapcsolatáról, illetve hát a legendás 44-esek történetét bemutatják, és akik írtak bele Budapestről, Kaposvárról, történészek, helytörténészek, kutatók, azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon veretes társaság, és egy hallatlan reprezentatív kiadvány, nagyon-nagyon sok képpel, olyan képpel, amit azt hiszem az emberek többsége még nem látott, és ezzel majdnem mindegyiken a város is látható. Hogy egy példát mondjak, talán kevesen tudják, hogy a színházban például katonai kórház működött, ideiglenesen a világháború idején, hát nagyon látványosak mondjuk azok a fotók, amelyekben a sebesült katonák a színházban láthatók, amely akkor éppen kórházként funkcionált. Minden ilyen kiadványnak megvan a szerepe, és nem csak azért, mert visszafelé mutatnak, hanem egy kicsit előre is. Én szerencsésnek mondhatom magam, mert hogy viszonylag gyorsan két ilyen kötettel is dolgozhattam, hiszen előtte jelent meg a még szintén nem bemutatott Kaposvár könyv, ez az első világháborús könyv, ez egy kicsit későbbi, és ezeknek mind, én szerintem nagyon fontos értéke van, mert hogy egyrészt elvisznek a múltba, mindegyik nagyszerű képanyaggal, de hogy egy kicsit mutatnak egy ívet is, egy fejlődési ívet, honnan indultunk, hova tartunk, mik a sajátosságai ennek a városnak, és egy csomó dolgot helyre tesznek. Megint csak egy példa, a Kaposvár könyvben például a várostrommal kapcsolatban korábban teljesen tévesnek gondolt nézeteket a történészek helyre tesznek, itt pedig minden apró részletet a világháborúval kapcsolatban megtudunk. Nekem például nagyon érdekes volt, nem szakértőként, hogy mondjuk a 44-esek
Az ember úgy érezte, hogy olyan sokat emlegetik őket, hogy hát talán egy kicsit fel van túpírozva az ő hősiességük, talán azért az egység nem is volt annyira eredményes, hatékony, és a könyv világosan megmutatja, hogy valóban átlag feletti teljesítményt értek el bátorságban, hősiességben, ügyességben, valószínűleg a vezetőik is átlag felettiek voltak, és jó volt büszkén olvasni ezeket a fejezeteket is. A kiadványt a Városházán mutatták be a közönségnek. Új műsorra legközelebb egy hét múlva, június 22-én szerdán jelentkezünk. Nézzék akkor is a Géniuszt. Viszontlátásra!